Budapesti vagyok egyébként, már 30 éve Csömörön húztam le, agglomeráció, ki mondta agglomerációt? Agglomeráció szintén, de voltak ilyen Budapest sztorik nekem is fiatal koromban, hogy mégiscsak bejártunk ugye ide hévvel a világ végéről, pedig csak 15 perc volt. Szóval viccet félretéve Budapest, én a nagyon sok vidéki ismerősömtől, Lászl Tolcár Peti a zenekar mindenkiüse, nagy tartsok neki, köszönöm. Szóval, hogy ugye zalai fiú, én is félig zalai vagyok, mert volt ott nyaralunk, ez nagyon régen volt mindegy, és utól derült ki, hogy mi egyébként egymás mellett nyaraltunk néha. Ő ugye hivatalban ott lakott. Az a lényeg, hogy mindig a vidéki haveroktól hallom, hogy miért akarnak Budapestre költözni. És ez valahol egyébként szomorú, valahol meg egy tök jó dolog. Ugyanakkor meg mindenkinek van egy ilyen fő motivációja, hogy persze hát a lehetőségek, ugye a munka, de minden fiatal szájából csak azt hallom, hogy hát a buli, hát a pezsgés, hát a Budapest éjszaka. Szóval, hogy ez mindenkivel benne van, szerintem ez a fajta lüktetés, dinamizmus, ritmus, mint a zene. Szóval, hogy ez alapvetően fő motiváció. Szóval, ezt látjuk abszolút. És igen, a sport pedig nyilván az úgy jön be szerintem, hogy én például rengeteget biciklizek. Bejövök így egyébként a külvárosból, és akkor így esténként, éjszakánként így bringázunk a haverok, ami tök megfelel szerintem. És sőt, nekem az egyik legjobb közlekedés. Sőt, nekem van rollerem is, és azért azt le kéne fényképezni, mikor rolleri végig lehet vágni a városon, és ott az, milyen arcokat várnak az emberek. Szóval ez egy jó dolog egyébként, azt gondolom, és hát nyilván egy mindenkinek föl kell nőni a feladathoz. Főleg a sofőröknek, hogy azért figyelni kéne egymásra. Én autós is vagyok, meg gyalogos is, de azért tudom mind a két oldalt nézni, objektíve. Úgyhogy én is közlekedek. De megint elkalandoztunk, Krisztus, igen. Na, szóval akkor beszéljünk kicsit a sportról. Hogy mik a kedvenc sportjai, vagy mondd az első hármat, amit nézni szeret, vagy akár csinálni. Hát megmondom őszintén, én fiatalkoromban nagyon sokat atletizáltam, futottam, mert táborodottam, még a középiskolában is. Aztán átéltem a kosárlabdára, nem vagyok egy magas alkat egyébként meglepő módon, ezért vagyok magasabbut is, de hogy alapvetően én nagyon-nagyon gyors voltam. Tehát én a megkérdeztem magasabbut, de egyszer aztán közben a bajzatban. Igen, én a honvédségben is egyébként futottam a hadsereg színeiben, és nagyon gyors futó voltam, és ezt tudtam egyébként alkotóztatni a kosárlabdában, tehát én kézilabdáztam, kosaraztam, ezt nem profi szinten, mint a koson, mert több mint NB1-es kézilabdázó volt. És hát figyelj, nekünk volt tavaly egy ilyen tök sportos dalunk, az Odafuthatnánk, csak nem sporttal lett, hanem ugye egy fesztivál himnusz, de hogyha most lenne ez, akkor Odafuthatnánk címmel csinálnánk egy dal. De viszont két éve volt egy dalunk, ami szintén nem sporthimnusz volt, pedig a úszóknak írtuk a Beléd fullad négy című dal. De hát abból sem lett, hogy sportdal. Akkor most itt az idő, hogy nagyon közel van egyébként a sporthoz, úgyhogy igen, szeretjük. Mert egy 14 év végén nekünk volt egy kézilabda ebéd dalunk, ez még angol nyelven. Hát akkor neked rengeteg kapcsolódás. Nekünk a sportot és a zenének. Tehát, hogy... szóval nekünk alapvetően van, viccet félretéve van, és élünk is ezzel, úgyhogy igen. Na, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor várjuk a ti dalotokat is. Köszönjük szépen.